Ukrajna várhatóan az év végéig megtartja a második békecsúcsot Szaudarábiában. Számod be szerdán az rbk.hu a hírportál André Jermáknak, az elnöki hivatal vezetőjének, a Time magazinnak adott interjújára hivatkozva. Az amerikai kiadvány szerint Volodymyr Zelenszky elnök, miután hazatért az első svájci csúcs találkozóról kijelentette, hogy most nem szabad tűzszünetet tartani. Úgy vélte, hogy megtették az első kézzel fogható lépést a béke felé. Jármák, aki részt vett az első csúcs találkozó megszervezésében és a résztvevő országok bevonásában nagy próbatételre készül, egy találkozóra Oroszország képviselőjével. Mint ismeretes, Ukrajna korábban azt mondta, hogy Oroszország részt vehet a második csúcson, azért, hogy közöljék vele a béke megteremtése érdekében végzett munka eredményeit. Közölte a kárpát.in.oa.